Székelyföld sokszínűsége, az ember mögött megjelenő változatos tája, madarasi Hargita, ünnepi hangulatok elevenednek meg Csók István képein. Az első székesfehérvári székelyfesztivált a csíkszeredai származású Gorzium Művészeti Iskolában tanuló diák fotókiállítása nyitotta meg a táncházban. Képeink keresztül egy-egy szeletet mutat, ahogy ön fogalmazott, Székelyföldből. Gyakorlatilag nagyon mozgalmas, emberábrázoló képeket látunk, amelyek a hátterében megjelenik Székelyföld. A gyönyörű székelyföldi világ, a különleges mesevilág, ami ott van, és ezeken a képeken keresztül is szeretné a fiatalember népszerűsíteni a szülőföldjét. A fesztivál tematikus programjai kedden indulnak majd a Királykúton, 18 órakor Bedő Imre tart előadást Helytállás a nehéz időkben címmel. Szerdán a székely hokisok várják közönségtalálkozóra az érdeklődőket 18 órakor a táncházban, csütörtökön és pénteken is előadások és találkozók színesítik a programsorozatot a táncházban. A fő napra fókuszálunk a szombatra, ahol 13 órától 19 óráig ingyenes kulturális programok lesznek. Három táncegyüttes is föl fog lépni, közt a Fehérvári Pulutyka és junior csoportja az Alba Réga Művészeti Iskolának, és kettő határon túlról, egy Micskéről, egy pedig Csík Madarasról. Ezen kívül lesz énekegyüttes, lesz ének, és lesznek mesemondók is, tehát azt gondolom elég színes programmal készülünk. Az első székely fesztivált az Előadó Művészetekért Alapítvány és a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület közösen szervezi. A programok megvalósítását Székesfehérvár önkormányzata is támogatja. Elég színes Székesfehérvár, és a székelyeknek is van helye. Elcsatolt határon túli nemzetünk értékei egy héten keresztül fogják megmutatni a kulturális, illetve gasztronómiai értékeiket itt a táncházban. Én jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki esetleg kíváncsi rá, jöjjön el és nézze meg itt a táncházban. Egy héten keresztül minden nap más-más színes programokkal fogják várni az ide látogatókat, és én szerintem egy nagyon jó kis kulturális program lesz. Vasárnap 16 óra 30 perckor kezdődik a Székely Autonómia Napja alkalmából szervezett program a Maroshegyi Székelykapunál. A fesztivál aznap 18 órakor a táncházban zárul.